örökölel, gondoloznak, megállnak még a lassúk, és elvágják a közelét, félelmetes túlzó sötét. Végig ömlik fehér lyukak, bennük a hold, bennük a nap, s csillagaink a rejtélek, a jövök is megyek. Marcaliban a kulturális korzóban megtartott ünnepség Lauer Péter zenés verses előadásával vette kezdetét. Kuruc Ádám Konrád tolmácsolásában hangzott el a himnusz, majd az előadó 20 perces irodalmi összeállítását hallgathatta meg a publikum. Papírja oly vacak, hogy sárgul, törik, elszakad, kiszárad, foszlik, megdagad, vagy önmagától lángolhat. 240 fok már elég, és mit gondolsz? Milyen meleg egy nagyváros, mikor leég? Tanuld meg ezt a versemet. Tanuld meg ezt a versemet, mert nem sokára könyv se lesz. Költő se lesz, és rím se lesz, és autóhoz benzin se lesz, és rum se, hogy leíd magad, mivel a boltos kisenyít. És kiválthatod a pénzedet, mert közeleg a pillanat, mikor képernyőd kép helyett halálsugarat közvetít, s mert nem lesz, aki megsegít. Ráébredsz, hogy csak az maradt tiéd, mint homlokod meget viselsz. Ott adj nekem helyet, tanuld meg ezt a verset. Félelmes a fegyvere, emberek. Az kell, igazság, de a magami. Kényelmesebb vállalni magam. Az igazság a legfőbb kényelem. Lelkem legfőbb kényelmét hirdetem, igazságom, azt, ami vagyok. Meg kell őriznem, és meg kell adnom. Másnak talán egyszerű útja volt. Az enyém eszmék háborúja volt. Látom én ma is eszmék fényetek, de mást is, a rettentő tényeket. Tudom, hogy ami másnak szenvedés, azt megtenni, ha kell, és mind nehéz. De mást is tudok. Ha jön iszonyú rémeivel a végső háború, ha népen élet-halál harcba fog, én ott állok, ahol a magyarok, a véreim. Hisz már is ott vagyok. Csak még békés győzelmet akarok. Dr. Sütő László polgármester köszöntőjében a felgyorsuló világ és az értékrendek megváltozására hívta fel a figyelmet, és kiemelte a kulturális művészeti értékeink megőrzésének fontosságát. Érdekes nap, és nagyon furcsa gondolatokat hoz elő az emberből. Azért furcsákat, mert talán néha azzal kell szembesülni, hogy az a kultúra, amelyre mindig olyan büszkék voltunk, az milyen változásokon megy át. És biztos-e, hogy ma mindig az igazi kultúra értékei szólítanak meg bennünket. Amikor a himnusz megszületett, ez nagyon egyszerű volt. Akkor az írásbeliség határozta meg a kultúrát. Az az írásbeliség, amely a 19. századtól egészen napjainkig a magyar kultúra talán legbecsesebb része. Azok a költők, írók, akik 200 év alatt
magyar kultúrát népszerűsítették, akik meg tudták mutatni, hogy mi az érték, az ő alkotásaik valóban időtállóak voltak. És nyugodtan mondhatjuk, több más művészeti ágra is ugyanez, hogyha nem is ilyen egyenes ívvel, mint az irodalom, a kisebb hullámokkal is, de mindig azt mutatta meg a zene, a képzőművészet, vagy minden más kultúra, a film, ami érték volt, amihez lehetett valamilyen módon igazodni, ami azt mutatta, hogy mi a fontos a valóságban. Megpróbált vezetni, irányt mutatni a valós értékekhez. Az utóbbi időben azt látjuk, hogy ezres, pár ezres példányszámban jelennek meg nagyszerű irodalmi művek, mert nincs rá igény, hogy megvásároljuk. Azt látjuk, hogy szűnnek meg jó színvonalú újságok, és igazán csak a bulvárnak van létjogosultsága. Ezt követően átadták a Korzódíjat, melyet 2017-ben Kovács József nyugalmazott művésztanárnak ítélt oda a szakmai bizottság, akinek munkássága fellelhető a város több intézményében, kiadványában. Én végeztem a munkámat, ahogy tőlem tellett, igyekeztem mindig, de soha nem vártam, meg nem gondoltam ilyesmire, de nagyon jól esett. És különösen az, hogy ez a kis emlék egy volt tanítványomnak, aki neves szobrászművész lett, a Szórádi Zsigmondnak az alkotása. Az szemembe külön emeli az értékét. 2016-ról jelentjük című fotó és plakát kiállítás summázta a tavalyi év termékeny marcali kulturális életét. Az est befejező részében Lángi Béla helytörténeti kutató legújabb könyvének bemutatójára került sor, melyben ősei családi vállalkozását mutatta be a Mindent a vevőért című kiadványában. Ez a könyv édesapámról szól. 1960-ban sajnos meghalt, nagyon korán meghalt, és szerettem volna emléket állítani neki. 2006-ban mentem nyugdíjba, amikor adatokat elkezdtem gyűjteni, és édesapám kereskedő volt. Hát mondhatom köznyelven, hogy szatócs. Tehát az ő múltját szedtem össze, az ő múltja mellett viszont bemutatom marcali kereskedelmét is. Tehát azaz marcali kereskedelmét a 18. századtól a 20. század közepéig, tehát már a modern áfész meg egyéb kereskedelmet azzal már nem foglalkozok, de édesapám életje mellett a régi házalókereskedés, a régi vásárok, a marcali első kereskedőiről szól az írásom. Tervez még további írásokat? Hát tervezni tervezek, de hadd mondjam el, hogy jövő héten kedden lesz még egy könyv bemutatóm, az pedig az iparos Lángi családról szól, a keresztény értelmiségiek szervezésében, és a hagyományőrző ipartestület adta ki azt a könyvet. Az iparos Lángi család és szépapámtól visszamenőleg asztalosok voltak, dédapámnál a másikát lakatos, illetve cukrász, mézes kalácsos. Mert sikerült szintén összeszednem annyi anyagot, hogy az a könyvem is megjelent, így szinte 2016. decemberében két könyvem látott napvilágot.